új utak az egyházban, amikor ezen a mondaton gondolkodtam, imádkoztam, akkor az jutott eszembe, hogy csak egyetlen út van, aki kijelentette magáról, hogy én vagyok az út. És minden újdonság az egyházban az elmúlt 2000 évben abból fakadt, hogy voltak és vannak, akik visszatértek ehhez az úthoz, Jézus Krisztushoz. Ha komolyan vettük volna őt, a mestert, akkor nem lett volna keleti egyházszakadás, akkor nem lett volna a reformáció. Ha komolyan vettük volna az örömhírt a szegényeknek, akkor nem lett volna marxizmus, és ha komolyan vettük volna Jézus Krisztust, akkor most nem lenne ez a konferencia. Valószínű szükség lesz a másodikra is, mert még nem vettük igazán komolyan. Mindenkinek meg kell térni, a püspököknek is, a papoknak is, a lelkészeknek is, a keresztény, a megkeresztelt embereknek meg kell térni, vissza kell térni ő hozzá. Az evangélium a legnagyobb újdonság az életemben. Amióta felfedeztem és megtértem, és rátettem az életemet erre az útra, aki Jézus Krisztus, azóta állandó újdonsággal szolgál. Amikor a lelkész úr kérte, hogy adjak valami címet az előadásomnak, akkor az első, azt, ami először eszembe jutott, azt írtam le, a szeretet új pünkösdje. Több mint 50 évvel ezelőtt 23. János pápa meghirdette a II. Vatikáni zsinatot, és amikor meghirdette a zsinatot, akkor új pünkösdért imádkozott. Azért imádkozott, hogy a Szentlélek újítsa meg a katolikus egyházat, és boldog vagyok, hogy én ezt megérhettem. Boldog vagyok, hogy pont abban az időben lehettem keresztény, pap és most püspök, amelyik ennek az új pünkösnek a vonulatába áll. 23. János Pál, 23. János pápa után 6. Pál, aztán Szent II. János Pál pápa, 16. Benedek és jelenleg Ferenc pápa folyamatosan azon fáradozott a zsinati atyákkal együtt, hogy térjünk vissza ahhoz az egységhez, amely a kezdetek egyházában volt. A kezdetek egyházában nem volt szakadás, voltak különbözőségek, voltak feszültségek a különböző gyülekezetek között, de akkor még sokkal intenzívebben akarták élni Krisztust és az ő tanítását. Nem akarom idealizálni a kezdetek egyházát, de mindenkit, beleértve magamat is, naponta szeretnék visszavinni Jézus Krisztushoz, hogy megújulhassak abban a szeretetben, abban az örömben, abban a békében, amely az általa meghirdetett legnagyobb hír az Isten országának az ajándéka. Mind a mai napig. Igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben. És mivel nem látszik az életünkön ez a három, ezért mindig szükségünk van megtérésre, visszatérésre, odatérésre az Úr Jézus Krisztushoz. Az új pünkösd, amiért 23. János imádkozott, az kibontakozott az elmúlt fél évszázad alatt az egyházban is, és ennek egyik
Számomra nagyon kedves ajándéka a keresztények egységének a munkálása. Nagyon boldog vagyok, hogy elkezdtük komolyan venni Jézus végrendeletét, amelyben azért imádkozott, hogy legyenek mindnyájan egy. Valamennyiünk szíve tele van megosztottsággal. És amíg a megosztottság ott van a szívünkben, amíg az ítélkezés hajlama elevenen él bennünk, addig imádkoznunk kell az egységért, és tennünk kell ezért az egységért. A keresztények egységében három nagyon fontos egységének megvalósulásában három nagyon fontos dolgot emelnék ki. Együtt haladni. Csak akkor lesz egység, ha találkozunk. Amikor én diák voltam, akkor még meg kellett gyónnunk, hogyha bementünk más keresztény felekezett templomába. Bűnnek számított. Azt nem tudom, hogy az ő oldalukon hogy volt, de nekem bűntudatom volt, amikor életemben először Győrbe bemerészkedtem a református templom. Hol tartunk most? Messze magunk mögött hagytuk ezt a gondolkodást, és nagyon örülök annak, hogy nem csak a pápák törekszenek arra, hogy létrejöjjenek a találkozások a keresztény vezetők között, hanem alsóbb szinteken is. Ahol eddig szolgáltam, és ahol volt református evangélikus vagy más keresztény testvérem, mindig kerestem a lehetőséget a találkozásra. Mert enélkül nincs egység. Ha nem merünk közel menni egymáshoz, ha csak távolról szemléljük, nézegetjük a másikat, akkor jogosnak tartjuk a kritikát, jogosnak tartjuk az ítélkezést. Ahhoz, hogy be tudjam fogadni a másikat, ahhoz találkoznunk kell. Találkozni kell, és meg kell hallgatni egymást, hogy hogyan lettél az, hogyan alakult a te életed. Aztán nem csak együtt kell haladnunk az úton, hanem együtt kell imádkoznunk. Szent lélek nélkül, Isten szent lelke nélkül nincs egység, és ő az egység lelke. Amikor 2 évig élvezhettem a büntető ezred minden ajándékát Lentibe katonaként, akkor csodálatos ajándék volt, hogy baptista, református, katolikus, teológus hallgatók fölfedezték az egységet az imában. Minket nem érdekelt a különbözőség, hiszen mindannyiunkat ugyanazért büntettek, mert követni akartuk Krisztust lelkészként és papként. És emiatt voltunk ott a büntető ezredben. Az imában egységet találtunk. És ez a Szentlélek műve volt. Nem elég együtt imádkozni, ezt tesszük minden évben az ökumenikus imahéten, az ország számos pontján, ami kevesebb, de nagyon szükséges, hogy együtt kell cselekednünk. Össze kellene fognunk a cselekvésben. Strukturális bűnök, botrányos bűnök vannak a világunkban. És az is botrány az én szememben, hogy a keresztények nem fognak össze, hogy együtt oldják meg azokat a problémákat, amelyektől vérzik ez az ország is, Európa is, és minden kontinens. Ha nem fogunk össze, és nem együtt cselekszünk, akkor nem lesz hatékony a Krisztus követésünk,
23. János új pünkösdért imádkozott. Én ennek a néhány gondolatnak címéül a szeretet új pünkösdét adtam. Mi kell ahhoz, hogy a szeretetben új pünkösd legyen közöttünk? Vagyis, hogy megújuljon a szeretetünk egymás iránt, keresztény testvéreink iránt, a különböző vallások képviselői iránt, és azok iránt is, akik egyetlen egy felekezethez, egyházhoz nem tartoznak, vagy nem akarnak tartozni. Hiszen Isten szeretete egyetemes. Minden embert el akar érni, minden embert meg akar érinteni, minden embert, az egész emberiséget egységbe akarja szeretni az Isten, aki a Szent Háromságos, szenvedélyes szeretet. Mi kell ahhoz, hogy a szeretet új pünkösdje megvalósulhasson, kinek-kinek a saját közösségében, egyházában? Az első, amit kiemelnék, az a bűnbánat. Ez lehet, hogy nagyon negatív érzéseket vált ki sokakban, de akik tudják, hogy mi az igazi bűnbánat, azok tudják, hogy mit jelent szabadnak lenni. Nem bűntudatot mondtam. A bűntudat az nem jó, illetve az a bűntudat jó, amelyik tudja, hogy bűnt követett el. Van pozitív és negatív bűntudat. A pozitív bűntudat az, hogy tudom, hogy a hazugság bűn, meg tudom bánni, és megszabadulok tőle. De a negatív bűntudat az, hogy én rossz vagyok, nem vagyok szerethető, és nem tudok szeretni. Ez nem jó bűntudat, ez megnyomorítja az embernek az életét. Ahhoz, hogy a szeretet növekedjen közöttünk, és új pünkösd legyen a szeretetben, ahhoz fel kell ismerni mindenkinek azt, hogy ő mennyiben felelős azért a megosztottságért, azért a fájdalomért, szenvedésért, ami éppen a családjában, az osztályában, a közösségében, a lakótömbben, vagy az egyházában van. Valamennyien felelősek vagyunk egymásért. Amíg ezt nem éljük át, vagy nem értjük meg, addig nem tudunk növekedni a szeretetben. Ha bárkinek megromlik a kapcsolata a másikkal, azonnal tudjuk, hogy a másik az oka. És azt is tudjuk, hogy miért lett ilyen a helyzet a másikban. Változás csak akkor lesz, amikor rájövök a saját részemre. Lehet, hogy ő kezdte, de én nem szeretettel válaszoltam. Nem alázattal. Vagyis én is felelős vagyok azért, hogy köztünk megromlott a kapcsolat. A bűn bánat felszabadító, mert megszabadít a legnagyobb tehertől, a bűntől bennünket, amelyik mindig akadályozza a szeretetben való növekedésünket. Ahhoz, hogy tudjunk növekedni a szeretetben, ahhoz, ahogyan előttem a püspök testvérem mondta, zsinórmértékké kell tenni az Isten igéjét, hogy legyen mihez felnőni, legyen mérce, mérték, amerre növekedni akarok. És Isten kinyilatkoztatott szava, igéje a legnagyobb erő korunkban is, mégpedig azért, mert a legfontosabb dolgot tudja megcsinálni, belülről átváltoztatja az embert. Kívülről akarnak bennünket megváltoztatni, ellenállunk. Az evangéliumnak, Isten örömhírének olyan ereje van, amelyik ma is bárkinek az életét meg tudja változtatni. A legfontosabb erő. És ahhoz, hogy növekedni tudjunk a szeretetben, hogy a szeretet új pünkösdjét tudjuk élni, ahhoz szükségünk van arra, hogy az evangéliummal tápláljuk a szívünket és az értelmünket, hogy át tudjon formálni bennünket. Ahhoz, hogy növekedni tudjunk a szeretetben, ahhoz
meg kell szabadulnunk az önutálattól és az önigazolástól. Állandóan igazoljuk magunkat. Felmentjük magunkat, vagy utáljuk magunkat. Van egy út, amelyik járható, amelyik segít abban, hogy megszabaduljunk ettől a két akadálytól, ezt úgy hívom, hogy önátadás. Nem utálni kell magunkat, hanem átadni magunkat egy nálunk nagyobb szeretetnek, akit úgy hívunk, hogy Isten, a mi atyánk. És ezt naponta meg kell tenni. Naponta átadni magunkat a szeretetnek, ahogyan a szerelmesek teszik egymással. Azt táplálja a szerelmüket, hogy minden nap átadják magukat egymásnak. Rábízzák önmagukat szabadon, önként a másikra. És élés bontakozik a szerelmük és a szeretetük. Az Istennel való kapcsolatban is ugyanez fontos. Az önátadás. Változás csak akkor lesz az egyházainkban, az egyházak között, hogyha én hajlandó vagyok megváltozni. Minden változás nálad kezdődik. Ha szeretném, hogy nagyobb legyen az egység, akkor nekem állandóan változnom kell az egység irányába, vagyis meg kell szabadulnom mindentől, ami akadálya az egységnek, és meg kell tennem mindent, ami építi az egységünket. Ha változást szeretnél, akkor változz. Ha botrányos az egyházad, akkor mindaz, amiben úgy látod, hogy botrányos, ott te változz meg. Ha botrányok vannak a tisztaság területén, akkor legyél tiszta, teljesen tiszta. Hogyha úgy látod, hogy harácsolás van, vagy pedig megosztottság, akkor válj szabaddá a pénz, a mammon imádatától, és meg fog változni minden. Kezd magadon. Az evangélium mindig személyesen engem szólít meg ahhoz, hogy aztán majd megszólíthassak másokat Krisztus követésére. Ahhoz, hogy növekedjünk a szeretetben, és növekedjen köztünk az egység, ahhoz egyre közelebb kell kerülnünk a Szent Háromságos szenvedélyes szeretet Istenhez. Egyre szorosabb egységbe, közösségbe kell kerülnünk az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel, és ez a kommunió, ez az egység mindig megtermi a szeretett közösségeket körülöttünk. Mindig szárba szökken ez a kapcsolat, ez a szeretett kapcsolat, kinek-kinek az életében, hogyha egyre mélyebben, egyre szorosabban egységet élünk meg a Szent Háromságos Istennel. Imában, önátadásban, a szeretet cselekedeteinek a tettekre váltásában. Ha azt szeretnénk, hogy növekedjünk a szeretetben, akkor komolyan kell vennünk Jézusnak a missziós parancsát. Tegyetek tanítványommá minden népet. Ez az egyik legfontosabb küldetés, amit a keresztények valahogy elfelejtettek, és nagyon szemérmesek, hogyha tanúságot kell tenniük. Pedig csak akkor növekszik a szeretet, a fény, a világosság, az örömhír, hogyha nem csak azt tudjuk, hogy kiválasztottak vagyunk, hanem azt is, hogy küldöttek vagyunk. Hogy Isten ránk bízta a legnagyobb hírt, az evangéliumot, az örömhírt. És nekünk jogunk van erről beszélni. Nem kell engedélyt kérnünk semmilyen hatóságtól, semmilyen társaságtól. Minket ez belülről vezérel és belülről késztet. És joguk van az embereknek megtudni, akik körülöttünk élnek az igazságot. Ha a keresztények elhallgatják az igazságot, akkor mulasztással vétkeztek a világgal szemben. Ha nem beszélünk az igazságról, ha nem mondjuk ki, ha nem teszünk tanúságot róla
szavainkkal és tetteinkkel, akkor ne csodálkozzunk, hogy a halál civilizáció és a hazugság kora hatalmas erővel terjed. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és bőségben legyen. Mi már találkoztunk vele, ráléptünk erre az útra, haladjunk tovább ezen az úton, és engedjük meg, hogy ez az élet tovább áradjon rajtunk keresztül is.